Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Március 21-én új hold van, ami azt jelenti, hogy a nap és a hold találkozik. Az indiai asztrológia szerint a halak jegyében, és pontosan ez a horoszkóp, ami látható itt a háttérben. Én azért dolgozom az indiai asztrológiával, mert sokkal precízebb, és úgy mutatja a bolygók állását, ahogy tényleg van. És most megnézzük ezt a horoszkópot, de mielőtt elmagyaráznám, hogy milyen információt mutat ez az újhold horoszkóp, elmondanám azt is, hogy ezen a napon egy szertartást tartok este 11 órától, amikor az a fő téma, hogy hogy tudnád a terveidet megvalósítani. Az energiai egyensúly 4000 forint. És most megtekintjük ezt a horoszkópot. Itt látható a halak jegye itt a sarokban. Így, igen, itt a sarokban van a halak jegye. Itt van a nap, németül die Sonne, magyarul a nap, és a hold, németül der Mond, magyarul a hold. Tehát itt a nap és a hold találkozik a halak jegyében. A közelben van Merkur bolygó, ami utal a cselekvésekre, vagy a kommunikációra is. De ez most nem könnyű, hiszen Mars bolygó itt van az ikrek jegyében, és az ikrek jegye felett Merkur bolygó uralkodik. Merkur bolygó itt a halak jegyéből átviszi az energiát az ikrek jegyébe, de ez egy feszültség. Itt nagyon nehéz most valamit tisztázni, vagy valamit rendezni. Sőt, az is lehet, ha most tervezed azt, hogy aláírj egy bizonyos szerződést, akkor az nehézségekkel jár. Tehát légy még kicsit türelmes, amíg Merkur bolygó elhagyja a halak jegyét, és áttér itt a kos jegyébe. Akkor egész más a kapcsolat Mars bolygóhoz, és akkor aktív tudsz lenni. Mivel Mars bolygó az egy férfias energia, az inkább ugye a férfiakra hat ki. És mi történik még ezen az új hold napon? Itt látható a halak jegyében Neptun bolygó. És kapcsolat van ezen a napon a holddal. Tehát együtt hatnak. És mivel mindkettő úgy hasonló, ami a témákat illeti, az álmok, a vágyak, az elképzelések, itt megvan az egyhang a hold és Neptun bolygó között. Mindez a halak jegyéből hat, és Neptun bolygó jól érzi magát a halak jegyében, hiszen uralkodik a halak jegye felett. Itt a víz eleméről, tehát érzelmekről van szó. Az a fontos, hogy legyen meg a bizalom, hogy mindaz, amit elképzelsz, így előre fog folyamodni. Nem szabad itt most valamit úgy erőszakkal megfogni, inkább úgy elengedni, hagyni, hogy az események úgy maguktól alakuljanak. Ami hátrányos, most jelenleg azt mondtam, az új hold és Merkur bolygó távolsága Mars bolygóhoz, ami nehézségeket, problémákat, feszültségeket vált ki, különösen a férfiaknál, vagy egy bizonyos helyzetben, ahol szeretnéd bebizonyítani magadat,
ahol befekteted az élet erődet, itt vannak most akadályok. Meg kell várni azt, hogy Merkur bolygó áttérjen a kos jegyébe, akkor megvan a könnyűség, megvan az élet erő, előre mennek a dolgok, sőt, mondhatnám, maguktól alakulnak a dolgok. Ami még hat, itt a kos jegyében Vénusz bolygó és Rahu együtt hat. Rahu itt, ez a felfele mozgó kármikus csomó utal egy kiutat, egy új lehetőséget. Itt van mellette Vénusz bolygó, az kihat ránk, hölgyekre, vagy kihat egy kreatív tevékenységre, vagy kihat a szerelemre. Ez lehet egy új irány, egy új terv, vagy egy új kapcsolat is. És itt Ráhu, Vénusz között vannak kármikus témák, és egy új lehetőség. És ez volt a felvétel, kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!